Szeretettel köszöntöm a nézőket! Ma egy kicsit a hálaadásról beszélgetnénk. Um, van egy igé, amit én nagyon szeretek, ez az 1 Thessalonika 5.18. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Mindenért hálát adjuk, szerintem ez a rész, amiről a legtöbbet beszélnek, hogy miért kell mindenért hálát adnunk, és hogy miért hasznos az számunkra. És elfelejtjük kihangsúlyozni azt a részt, hogy ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra, hogy a hálaadás nem Isten javára van, hanem a mi javunkra van. Néztem pár statisztikát nagyon szeretem a számokat, így kíváncsi voltam, hogy maga a hálaadás milyen hatással van az emberre, és meglepő, hogy csináltak olyan ö, felméréseket, ahol Megkérték az embereket, hogy nap mint nap írjanak össze legalább 10 hálaokot. És azt figyelték meg, hogy azok az emberek, akik listázták a hálaokaikat, jobban aludtak, csökkent a vérnyomásuk, az immunrendszerük erősödött, növelte az önbizalmukat, és segített nekik a depresszió leküzdésében is. Azt, hogy hálát adunk, nem csak azt jelenti, hogy kifejezzük a hálánkat, a köszönetünket Istennek, hanem az a javunkra is szolgál. Nekem is voltak olyan időszakok az életemben, amikor azt éreztem, hogy nincs miért hálát adni. Fáradt voltam, teljesen elcsüggettem, már már a kiégés határánál voltam, és aztán azt mondtam magamnak, hogy ez így nem működik, és muszáj, hogy valamit tegyek ez ellen. És en uh, Voskampnek van egy könyve, ami a hálaadásról szól, amit elolvastam akkor, és eldöntöttem magamban, hogy én is úgy fogok a mindennapjaimra tekinteni, hogy igenis hálát adok azért, mert nem tudok éjszaka aludni, mert három pici gyermekem van, mert Isten megáldott három pici gyermekkel. Hogy hálát fogok adni azért, mert már megint betegek vagyunk, mert hála Istennek kivisz minket a betegségből. Hogy hálát fogok adni azért, mert min a férjem már megint nincs itthon, hiszen munkája van, hála érte Istennek. Hogy hálát fogok azért is adni, hogy végre a pici alszik, igaz, hogy a nagy nem, mert most kezdett jönni a foga, de legalább a pici alszik. És hálát adok a sok-sok szennyes ruháért, ami valahogy soha nem fogy el. És hálát adok a sok mosatlan edényért is, amit folyamatosan be kell pakolni a mosogatógépbe. És igen, hálát adok a munkámért is. Akkor is, amikor nehéz, akkor is, amikor azt érzem, hogy elegem van már a számokból, elegem van már az emberekből, hogy én ezt már nem bírom tovább, akkor eszembe jutatom, eszembe kell, hogy jusson, hogy Hálás lehetek azért, hogy munkám van, mert sok olyan ember van, akinek nincs munkája. Én viszont ott ülök a számítógépem előtt, otthon, és nem egy irodában. És hálát adhatok azért, mert van egy olyan munkahelyem, amellett a szolgálataimat is tudom végezni. Hálát adni nem Istennek jó, hanem nekünk is ugyanúgy jó. Nem azért adunk hálát, hogy Istennek jó legyen, hanem azért adunk hálát, hogy ráeszméljünk arra, hogy milyen hatalmasul, és hogy hogyan munkálkodik az életünkben. Így arra bíztatok mindenkit, hogy vegyünk elő egy füzetet, vegyünk elő egy naplót, és igenis írjuk le mindazokat, amikért hálásak lehetünk. Mert hogyha meleg van, akkor azért is hálásak vagyunk, ha pedig hideg van, akkor azért is hálásak lehetünk. Mert minden, amit Isten ad az életünkben, az igenis indokolt arra, hogy hálát adjunk, és megköszönjük neki. Mert minden, amit ad, az azért ad, hogy a mi legyen. Még akkor is, ha úgy érezzük, hogy az nem komfortos számunkra, vagy nem a legjobb számunkra. Mert idővel észreveszük azt, hogy mindaz, amin keresztül visz, az igenis jó és hasznos a mi életünkre tényleg arra búzítok mindenkit, hogy vegyünk elő egy füzetet, ha nincs otthon füzetünk, egy lapunk, és kezdjük el felírni a mai nap azt, hogy mi az, amikért hálásak lehetünk, és aztán tegyünk ezt, tegyük ezt egy szokásunká, hogy minden egyes nap, legalább este 5 percet rászánunk arra, hogy leírjuk mindazt, amiért hálásak lehetünk, és igenis adjunk magunknak egy számot, 5 vagy 10 hálaokot, és azt veszük észre, hogy napról napra jobban fogjuk érezni magunkat. Köszönöm a figyelmet!